Sziasztok srácok, én Starkők, és ismételten World of Warships-ezni fogunk. Itt van velem Heki és Szandru. Szevasztok. Haliho. És a mai részben egy igen ritka hajót szeretnénk nektek bemutatni. Ez nem más, mint a Flint. Ez egy tier 7-es amerikai prémium cirkáló, és attól függetlenül, hogy prémium, őt nem lehet megvenni se alsóbban, se ingyén. Ezt a hajót úgy lehet megszerezni, hogyha a rankeden háromszor eléritek a rank 1-et. Ugye az első rank 1 után kapjátok ezt a... mindjárt mutatom is. Ezt a sima kalóz zászlót, ezt a Jolly Roger-t. A második rank 1-ért kapjátok a Jolly Roger Class 2-t, és a harmadikért a Flintet. Szóval maga a rank 1 elérése mondhatni egy elég nehéz dolog egy rank 1 szezonban, illetve hogyha szemügyre veszük azt is, hogy nagyjából 3 rank 1 szezon van egy évben, akkor elég hosszú idő, mire az ember ezt megcsinálhatja. Nyilván ez mindenkinek a képességeitől és a szabadidejétől függ, hogy ez sikerülhet-e. Én most az utóbbiban kaptam egy kis segítséget, ez nem titok, de a lényeg, hogy meglett nekem is a harmadik rank 1 győzelmem, úgyhogy meglett a Flint. Miért is önmagában a Flint? Hát nyilván jogos a kérdés. Nagyon hasonlít az Atlantára, ugye az Atlantát meg lehet venni a shopban, illetve ingén meg lehet venni az Atlantát, ezt most gyorsan nem is tudom, ugye megnézzük. Ha betölt, nem, csak az Indianapolis-t. Az Atlantát a shopban meg tudjátok venni a játék weboldalán. Mind a két hajóról elmondható, hogy egy undorító spamelőgép. És az Atlantának az, mi a beceneve, ez a Rain Fire? Vagy Fire Rain? Nem tudom melyik pontosan. Nem tudjátok? Lehet valami ilyesmi. Lehet, mindegy. Nem tudom. Tűzeső az a lényeg. Ezt azért kell elképzelni, mert például az Atlanta is, ugye, hát jó sok ágyúval rendelkezik, összesen 8x2. Neki két toronnyal több van, mint a Flintnek, ezzel a két oldalsóval. Ezek 127 mm-es ágyuk, nyilvánvalóan tier 7-ben ez nem arra való, hogy AP-val, hanem arra, hogy hevel lövöldözünk. Ez 5 szek alatt tölt ugyanúgy, mint a Flinten, és hát tulajdonképpen, hogyha az ember úgy játszik ezzel a hajóval, hogy nem, ugye nem dupla klikkel lőttök, tehát hogy egyszerre lövitek le az összes ágyatokat, hanem lenyomva tartjátok a bal egérgombot, akkor csak azt halljátok, hogy tuff, 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 és folyamatosan lő a hajó, és ugye mivel lassan szállnak a lövedékek, csak annyit látsz, hogy így egy ilyen zápor esik feléd, nagyon mókás tud lenni, maradjunk ennyiben. Az Atlantának nyilván egy toronnyal több van, így egy oldalra két ágyúval többel tud lőni. Nyilvánvalóan ugye a baloldali tornyával nem tud jobbra lőni, tehát tulajdonképpen ami itt is, amivel lényegében kevesebb van a Flinten, az egy torony. Két toronnyal van kevesebb valójában, de lényegében csak egyel, mert ugye az nem tud mind a két oldalra lőni, gondolom ezt mindenki érti. Úgyhogy ágyúban minimálisan egy toronnyal, amivel kevesebb van, rosszabb a Flint. De összességében ez abszolút nem mondható el, ugyanis a Flintnek a torpedója kapásból sokkal erősebb, neki 9-2-re megy el, bár ez 55 csomós, még az Atlantái 65, de az csak 4,5 kilométerre megy el, tehát az Atlantái abszolút csak önvédelmi torpedó, a Flintével azért pedig ügyesen lehet messzebbre is torpedózgatni. Nem tudom, rátennétek amúgy kapitány skillként egy torpedó accelerationt? Esetleg? Nem. Szó sem lehet róla. Már úgy elég sokat húzna le róla, mi? Akkor olyan 7 kilométerre húzna le nagyjából. Szerintem azért el lehet gondolkodni rajta. Bár 7 kilométeres torpedó az már annyira nem erős. Mindegy, igazság szerint mindjárt visszatérünk a kapitány skillekre, mert van olyan, ami nagyon fontos a Flintre, és más, mint az Atlanta. A torpedóban távban sokkal jobb, sebességben viszont 10 csomóval kevesebb, ami viszont azért eléggé rossz dolog. A légvédelemben mind a két hajó ott van a topon, úgyhogy ezt nem is nagyon kell kiemelni, nyilván egy cirkáló. Lehet rátenni Advanced Firing Traininget a Flintre, úgyhogy tulajdonképpen a légvédelem az egy kipipál dolog. Manőverezhető képessége 32,5-en megy a hajó maximumon. Szerintem zászlóm most nincs fent, mindjárt megnézem, hogy van-e fent engine boost, hogy zászlóm nincs is olyan zászlóm, el van fogyva igazság szerint. Elmentek a francia BB-kre, úgyhogy ez annyira nem is lényeg. Normálisan gyorsan fordul, igazság szerint egy cirkálóhoz kellően, úgyhogy ezzel abszolút nincs probléma. Concealment. Na ez egy fontosabb dolog, ez 10,7 kilométerről veszik észre ezt a hajót, és a moduloknál nem tudtok rátenni Concealment System Modification-t. Itt látjátok, hogy az a cucc itt hiányzik, úgyhogy 10,7 az alapvető spotolási köre. Tehettek rá kapitány skillnek Concealment Expertet, de nem ajánlom.
Ha már itt vagyunk a kapitány skilleknél, akkor itt láthatjátok, hogy miket tettem fel. Smokescreen Expert, ugyanis ez tulajdonképpen egy füstös Atlanta, és az Atlantával szemben a Flint hatalmas előnye, hogy neki van füstje. Ugye az Atlantán radar van, radar a, úgymond mondhatni így a főmodul, és az Atlantára is lehet tenni sonárt, vagy Advanced Firing Traininget, és annyi, hogy a Flintre rámegy a füst, és emellé egy sonár, vagy Advanced Firing Training. Jól mondom, ugye? Igen. Jó. Úgyhogy ilyen szempontból a Flint sokkal jobb, be kell valani. Nyilvánvalóan a füstből lövöldözni sokkal effektívebb. És ennek függvényében ugye a skillezés is abszolút más, tehát neki egy preventive maintenance van téve nyilvánvalóan, mivel egy cirkáról beszélünk. Smokescreen Expert, így hogyha többen megyünk, akkor nagyobb füstöt tudunk adni, és együtt be tudunk állni a füstbe. Igen, ezt fogjuk csinálni, igen, Ken 30. Ezt tudjuk, úgyhogy jó lesz gyerekek. A Demolition Expert nyilvánvalóan nagyobb tűzgyújtási esély, illetve az Advanced Firing Training erre és az Atlantára is nagyon fontos, ugyanis mind a kettőnek azt hiszem olyan 11 km a lőtávja, és ez a plusz 20% erre vonatkozik, mivel a főágyúja 139 mm alatt van, úgyhogy ez mindenképpen fontos rá. Emellett, amit még érdemes, az a Superintendent, egyel több füstünk lesz, illetve az Inertia Fuse for Hashes, hogy többet üssenek tulajdonképpen a lövedékeink, mivel ugye heavy spammelünk. Azt nem tudom, Szabi, hogy csökken amúgy a tűzgyújtás esélye, hogyha ezt használjuk? Elméletileg csökken. Azt mondja, hogy... Ja igen, ott is írja. Ott igen. Is írja. Bocsánat, nem olvastam el. De a skill-el és az ásztóba tudok kompenzálni, nem? Igen, mert persze. Azt hiszem ez mínusz 1%. De saját véleményem, hogy teljesen felesleges a Demolition Expert. Mert? A tűzgyorsaság miatt. Uh-huh. Ez 5 másodpercenként lövöldözöl vele, szerintem felesleges rá a Demolition Expert. Ah, nem hülyeség. Ugye 7,5% amúgy a tűzgyújtási esélye így az ágyúnak nekem. Úgyhogy rajta van nekem a zászló is. Szóval, nem tudom, én most egyelőre rátettem. Egy 10 pontos kapitányt tudtam sajnos csak beletenni. Úgyhogy nem tudok nyilván minden skillt feltenni. Át kell gondolni, hogy kinek mondjuk mi a fontos. Én szerintem egy Demolition Expert-tel fogom tolni egy darabig, aztán majd meglátom, hogy lecserélem-e. Biztos rá fogok tenni egy Superintendentet, meg egy IFH-et. Az ugye már kapásból 7 pont, és még maradt 2. Nem tudom, a Concealment-tel lemenne, az észlehetősége olyan... Mennyire menne le? 12%, hát olyan 9 félre? Hát nem biztos, hogy megéri. 94 Concealment-tel, de szerintem felesleges. Aha. Hát az valószínű. Így is ugye 13-3 a lőtávunk, ugye TR7-ben ez azért valóban egy kicsit kicsi, de ha beállunk füstbe, igazság szerint megvan az a range, hogy közel megyünk az ellenséges hajókhoz, és akkor beállunk füstbe, és akkor nincs gond. Hát ez jó kérdés. Na mindegy, gyorsan még mutatok itt egy armai layoutot, bár szerintem egy ilyen hajónál felesleges. Citadella mágnes és úszó papírcsónak, de akit érdekel, gyorsan itt végigmutatom a dolgokat, hát nem nagyon van rajta armorna. Aki találkozott már ezzel vagy az Atlantával, az pontosan tudja, hogy egy jól irányzott csatahajó vagy akár cirkáló AP-s sorozattal egy ilyen hajót el lehet tüntetni a föld színéről, de nyilvánvalóan ez a hajó inkább torpedóvadász, rombolóvadász, torpedó, jó, oké. Okay. Tökéletes, igen. Arra nagyon jó, illetve neked visszapakoljuk, hát armor az nincs rajta. Tényleg ez egy gyors hajó, lehet menni vele keppelni, és olyan midrange-be kell vele szerintem maradni, és onnan kell szépen osztani a népet, szigetek mögött bujkálni. Tehát ennek megvan a maga játékstílusa. Nem a legegyszerűbb játékstílus, ezt hozzá kell tenni, de abszolút egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon jó hajó ez amúgy. Sokkal jobbnak tartom amúgy, mint az Atlantát. Nekem az Atlantát én azért vettem meg, még annó talán leárazva vettem fél áron, lényegtelen is, mert hogy tényleg csak vicces hajó. Tehát, hogy farmolásra nem ajánlom senkinek. Viszont ezzel ellentétben a Flint az sokkal effektívebb a csatatéren, úgyhogy nagyjából ennyi. Szerintem nagyjából mindent elmondtam, nem? Még itt megmutatom gyorsan a... Ugye miket tettem fel, motorgyorsítást, aiming systemet tettem rá, kormánylapátot, mert az annál hajnál fontosabb, meg egy mail armament modification egyet. Ugye fel lehetem, hogy akár tenni egy magazine modification egyet is, nem? A detonation miatt. Nem tudom, detonation-os zászlón van-e, azért egy olyat ráteszek.
Nem lehet, hogy érdemes lesz. Nem akarok felrobbanni, a 100% az tuti jó. A füsttel kapcsolatban, akit érdekel, 27 szekig aktív a füst, mármint maga, ameddig maga a felszerelés, és a smokescreen az 121 szekig van ott. 152 szek a reload time, tehát egy olyan jó közel 30 másodperc van a két füst között. Ez elég jó, meg látjátok az át. Nyilván remélem mindenki a drágábbikat használja, 22 ezer egy prémium hajóra, abszolút nem drága. Tehát szerintem nagyjából mindent elmondtam a hajóról. Úgyhogy menjünk egy kört. A felállás nagyon egyszerű lesz. Flint, Belfast, Flint. Annyit kell tudni, hogy a Flint, ugye nyilván egy Flint. A Belfast pedig egy brit prémium 7-es szintű cirkáló, ami nagyon hasonlít a Flintre, mert a brit cirkáló létére amúgy van helye, és van füstje, úgyhogy... A szonár is van radar. Cancer Team. Erre ennyit tudok mondani. Na, nézzük, melyik Haven pálya. Jó kis Tier 9. Tier 8. Amúgy inkább Tier 9 és 7 ez a csata, nem tudom, hogy mennyire vettétek észre. Nem a mi tírünk. Nem. Nem. Viszont az Enterprise-tól én annyira nem félek, annak elég gyengék a repülői. És hál' Istennek radar sincs. És a Neptunnak lehet radarja, de akkor nincs füstje, szóval nem hiszem, hogy lecserélni. Nem igazán láttam még olyan bátor játékost, aki magában lecserélő füstöt radarra. Én játszottam vele úgy. És de nem élvezted a csatát, gondolom. Amúgy meglepően jó volt, mert egy másik Neptunt ki tudtam radarozni, még akkor talán veled mentem. Nem? És azt hittem, hogy beszólt az ellenség, közben megdicsért, hogy azzal játszok. Igen. De az még talán lehet, hogy Edinburgh-ot. Balra menjünk, skacok. Ön elkanyarodtatok arra. Megyek én is arra. Utánatok akkor. Én leszek legelől, akkor az első füst az ennyi. Oké. Mi a spot távotok, skacok? 17. Annyi. Ez a festés amúgy tökre tetszik. Amúgy, akit esetleg érdekel, van még egy ilyen hajó, amit így a ranked győzelmek után lehet kapni, az az 5. ranked első helyezettért jár, vagy az 5. ranked-ért jár, az inkább így helytállóbb, az pedig a Black. Ez egy 9-es romboló, viszont Szabi, egy szóban mi a véleményed a Blackről, mert Szabinak van? Egy szóban nem rombolóként kell használni sajnos. Ha, tehát az inkább gondolom gambót, nem? Igen, igen. Egy az egyben ugyanazok az ágyuk vannak rajta, mint a Flinten, és tűzgyorsaság. Elég nagy a lőtáv, és van rajta, ami nagyon hasznos a radar. Igen. 2,5 kilométeres radar van a Blacken. Az egy undorító Fletcher úgymond. Na, egy év múlva srácok, találkozunk ugyanitt egy Black. Most úgyis most izé fog következni, nem tudom mennyire néztétek, nem sokára jön az update a franciákkal. És a következő season most Clan Battle lesz. Aztán majd utána jön, gondolom, majd megint egy ranked szezon. Vagy elkérhetsz egy akantot, amelyiken van Black. Célozgatsz valamire? Nem. Az is lehet. Olyan szép ez a hajó amúgy. Jó, régóta nagy vágyam volt ez, hogy megszerezzem ezt a hajót, ez nem titok. Azért is kértem egy kis segítséget most az utolsó rankedben, mert hát voltak fontosabb dolgok sajnos, és egy rankedet kihúzni azért nem olyan egyszerű. Nyilvánvalóan. Óvatosnak kell lennünk, ez tényleg olyan szinten nem a mi tierünk, hogyha kapunk egy jó kis... Iowa-t, vagy nem is tudom. Hát a Monarch is meg tud szivatni. Hol, a Neptun itt tolt egy füstöt. Mi előrébb bátorkodunk? Kellene, mert elég kicsi a lőtáv. Ez abszolút igaz. Nagyon hátul van az ellenség. Igen. El szeretnék jönni ide a kettő sziget mögé. Jó, nem hülyeség. Tudunk lövöldözni bátran. Heki, neked mit van amúgy a füstön kívül még? Szanár és radar. Van radarod? Igen. Van füstöd, és radarod is. Igen. És nincs torpedója. Ez undorító az. Egyébként csak ez a mi. A befaszott már sehogy nem lehet megszerezni, mi? Tudom, hogy már nem. Meg
kár érte. Igen, a Kutuzov is egy ilyen jó szág, azért is ugye el lehetett adni aranyér annó. Mert amikor nerfelték a füstöt, tehát a Kutuzovot buta lennék eladni. Nagyon jó hajó még mindig. Valahol megértem a füstnerfet, mert nyilván kellett, de aki tudott játszani Kutuzovval, szerintem az még most is tud. Szabi, neked arra van? Kell ez, bocsi, arra kell ezt most vigyáznunk, hogy a romboló ne spotoljon be velünket itt végre. Oké. Te úgy érzed, nyugodtan nyomd oda a füstödet. Nyomom, nyomom. Ott van a legszélén. Hát ja, de az már spot range-be van. Még nem lövök, ameddig nem értem, meg hát igazság szerint semmire nem látok rá, szóval. Mert a sárni lesz az, amit látni fogok leghamarabb. Heki, neked hosszú füstöd van amúgy? Hát olyan 100 nézszekes, 103. Szabi, nyomtál radart? Radart nem. Heki, vagy szonárt, radar. Szonárt. Fokozott légvédelmet használunk. Jó, akkor Heki... Van a kint akulatlanul megmondt. Heki, nyomj egy szonárt, mert te most előrébb vagy. Aztán szólj, a vége van, mert akkor én is nyomok egyet a torpedók miatt. Jé. Bazeg, AP volt betöltve, gyerekek, nem már! Szerettessük meg magunkat a sohanó, azt amit szabad. Oké. Figyeljetek úgy, hogy mindenki csak a bal kliket nyom, tartja lenyomva. Legyen. Azt az esőt figyeljétek. Bazeg, kaptam egy motort. Ja, a torpedó. De megálltak. Jó. Picit hátrébb kell tolatnom. Azt figyeljétek, mit kap a Sánhorst. Kicsit célozunk neki előrébb, hogy az óra is gyulladjon már ki. Amire viszont figyelni kell... Ó, kapott egy tüzet. Bazzeg, valaki lő. Előnek simán a fű. Valaki izével lő szerintem. Az a szerencsétlen Sánhorst, gyerekek. Megyek előrébb, Heki. Ja, igen, láttam, bocsánat. Ott a Kutuzov hátul, a Kutuzov lő ránk, gyerekek. Lőjt már ránk sok mindenki. Jó, nem igazán tudják, hogy hol vagy. Ú, kigyújtottam a Kutuzovot, de jó. Jó, vége lesz itt mindjárt hátul a füstödnek. Kicsit előrébb toljam? Nagyon ne. Már attól még be tud torpedózni a romboló. Vagy a Kutuzovnak is 8 kilométeres. Ha jól emlékszem. Igen, de úgy, hogy... Na várjál, mindjárt mutatom, hogy gondoltam. Viszont most már belőnek. Megtalálták a pozíciót. Na várjatok. Húzzál bele, 15 másodperc. Már húzom. Gyertek picit előrébb. Oké. Okay. Lehet észre fognak venni, de... Vicc az, hogy nem lövöldözünk, és mégis telibe találnak. Ez... Hát csak szerintem csak szerencse. Kicsit kicsúsztam, mindjárt visszatolatok. És azt nem tudom, hogyha lőnék, akkor valaki felspottolná. Mondjuk most... Pont nem. Inkább nem lövöm el magam. Nyomok egy szonár, gyerekek, jó? Oké, okay. Próbálom szedni a repülőket. Spottol a repülő. Gyerünk, tolas. A izomót kellene, srácok. Igen, az most meglőtt engem. Ne vigyél el! Jó! Oké. Okay. Gyulladt az izomó. Oké. Okay. Én is küldök egy adag torpedót kettőtök között. Heki, ne gurulj előrébb! Állj meg! LOL? LOL? Jaj! Jó, szegyeznünk kell, amire vigyáznunk kell, hogy 4,5 kilométerről szpotolódunk üsben is. Igen, azt tudom. A torpedót betalálnám. Heki, lassan, igen. Valakinek majd, ja mondjuk Szandoró, neked is van itt elő. Nem talált, elment mellette. Lol. És már igazán elkezdhetne fordulni. Heki, kezdj el tolatni egy picit, nyomom a másik püstöt. Jó. Viszont abban nem leszek benne. Kezdj el tolatni.
Hűha. Neki kapott egyet. 18 másodperc és tudok rá toltadózni, de előjétek többet rá. Lát! Engem is. Szar volt a füst. Igen. Bocsi. Mindjárt füst mögött vagyok. Oké. 4 másodperc. Oké, fordulok el. Tolassatok vissza. Csak ne lövöldözzetek. Hát már mindegy. Én kim vagyok a füstből. Nem is tudok lőni vele. Jó, hamarabb meghal, hála Istennek. Most elnyomom a sajátomat, gyorsan, muszáj. Nice. Bocsi, a picit rossz füstér. Semmi. A lényeg, hogy életben vagyok. Most én előrébb gurulok egy kicsit, mert... Nyomtam egy füstöt én is, most úgyis Hekinek még van. Szent Louis jobbra. Szent Louis mögöttünk, igen, én is azt nézem. Nem tudom torpedózni. Én is azt de nem is kell. Probléma az, hogy nem tudunk lőni most már se. De ott lesz mögöttünk mindjárt egy izé. Monark. Egy monark. Akkor paladgatunk vissza. Van egy... is tudjuk visszalőni. Van itt egy füstgyerekek mögöttünk. Most húztam az előbb. Monarkot, azt szépen meg tudnánk szedni. Az a baj, most már nem fogjuk tudni leszedni a foglalást. Kell a füst. Okay. Ez még tart 40 másodpercig. Heki, kicsúszol. Igen. A monark az kapott torpedót. Igen. Meg égetem. Ott viszont jön egy pár torpedó, mondom, azt látjátok. Ja. Ez a Neptunnak lesz a torpedója, bár biztos, hogy nem. Aranyeső. Monarkot úgy lőjétek, hogy... Heki, füst. Nyomom. Valószínűleg van lékje. Ja, nincs, most már eljavította magát, jó. Ez mondjuk érdekes, mert nem lőttem és nem vagyunk szpontban és eltalált. Igen, mert engem céljózott. Igen, ezért szabit lövi és akkor azért szerintem. Hogy vannak olyan kiegészítő módok, amivel látják messziről is a füstnek a szélét, hogy egész jól be lehet tájolni amúgy, hogyha valaki van benne. Ami elég undorító dolog, tegyük hozzá. És a spotter repülői még. Ami nagyon tud segíteni. Gyulladtam volna. Ja igen, az tény. Oké, azt nem tudtam kigyűjteni egyszerűen. A szempői. Nyugi, Heki, csak az enyém. Én is küldtem. Jó, oké. Okay. Hátrébb tolatom. Dobom a Szent Louis-t. Hipper, van még mögöttünk. Hol lesz itt füstgyerekek? Jaj. Oké, okay, meg vagyok. Jézusom, gyerekek, mi van itt ebben a füstben? A kajak áll egy helyben, ez most valami most vicc. Indul meg. Itt az én sorozatom azzal nem fog találni. Jó, kigyújtottam a seggét, gyerekek. Burn, Babi, burn. Amúgy mennyiket sedzel bele per találat? Mibe? Itt a Szent Louis. Az hoppá, kitorpedóztam, hello! Jó, ott a hiperben van még egy, hát nem tudom, nem igazán. Most van 50 000 damage-em, ebből most egy 10-es torpedó volt. Van 2-300 találatom van. Csak arra az IFH-e. Habár neked is rend van, igaz? Nekem nincs IFH-em, nincs. Majd a végén megnézzük, hogy neked mennyi ment át, meg nekem. Oké. Okay. Figyeljetek, nyomok egy füstöt, jó? Itt vége lesz a dolognak. Bén van probléma. Bét húzzá. Heki, nem tudsz tolni egy izét, egy radart? Most mentem az előtt, most szépen szonárom megy. Jó, én is nyomtam egy szonárt ennek örömére. Éljük le azokat a repülőket? Lelőttem. Hipper, nem izé. Már nem látom be, nem látok rá pontosan. Jó, merre van. Húztam egy hosszabb füstöt, azonban nem látjuk mi van bén. De valószínűleg valamelyik cirkálójuk lesz. Bocsi. Bocsánat. Rözüst. Az Ájovát, azt basszus, nem fogunk rálátni. Ott a monark. Vigyázz. Vigyázz tart. Látom. Ez a Kutuzov lesz, aki igen, bent van. Igen, ott a monark. Érdekel valakit rá kéne gyújtani. Ott is a Kutuzov. Nem, Pensacola, gyerekek.
Itt jön mögöttünk? Nem, mögöttünk jön a kutuzok, meg ott a penzakóla bent a kepen. Nem tudok kimenni, az a baj. Tanárom látja, most neki megy a szigetnek. Persze, hát így nem akar ő sem mozogni, gondolom. Vége szanáromnak. Érdekes ez a csata, most az a gond, hogyha elveszítjük D-t is, akkor kérdés, hogy mi marad. Ott a Neptun. A marakjuk menekül. Ki fog jönni a Kutuzov? Szandro, egy kicsit gyere hátrébb. Jövök. Gyere, mert akkor tudok torpedózni. Csak ne lövöldözzetek, mert akkor rögtön spot alá kerülünk. Én nem lövök. HP megkészítve. Jó, ki fog kanyarodni? Nekem se szonárom, se semmi, úgyhogy... Jöjjetek a Kelaradar, és akkor nyomom. Nyomjad szerintem. Nyomjad, lássuk, merre van. De csak torpedózni akart. Most elövöm magam, észrevesz, mert a sziget még takar. Ne rizikóz, kevés a HP. Az is igaz. 4-6. Nem kell mások pont. Jó, oké, 4-6. King van, elmehetlen. Úgy, nekem viszont elfogy a füstöm kicsit, ne valaki nem akarná előrébb csúszni? De, megyek, nyomok. Maradj, Heki. Oké. Jó, lát a repül. Jövök! Nyomjad! Nyomom! Jézusom! Asszony is ezt mondja. Igen, próbálkozik AP-zni. Jó, nem akar kijönni. Cévénk hal. Heki, mikor lesz radarod? Vagy egy Bert fogva, ugye most szóltam el. Ha. Nem csak kérdeztem. Tehát igazság szerint megnyerjük pontban, tehát ezzel nem lesz probléma. Ha csak probléma nem szednek. Akkor lesz, hogyha betalál. Nagyon kevés a HP-m nekem is. És betalál. Nem lövöldözök és betalál. Hát csak lákra lövi szerintem. Jó, meg lesz gyerekek, meg lesz pont alapján. Meg, mert most lőttem egy bázisvédést. Igen? Igen? Én is általán, én is lőttem még egy Defendert! Ennyi bénye barátocskám! És ennyi. Ha, amúgy izgi volt ez. Nice. Tehát bejöttünk középre, és aki jött, az hellóka. Jó, hát... kreditben ez annyira azért nem lett erős, azért nem mondom. Szandró, te előrébb vagy. Mennyit? Hány találatod volt, Szandró? Találatom 282. 91 ezer sebzés. És hány penetration-ed volt? Na várjál. Pillanat, megkeresem. Hát csak itt a personal score-nál vidd rá a target hits-re, tudod, és akkor kiírja. Mert nekem... 144. Nekem 308 target hitsből volt 87 penetration és 215 non-penetration. És hány tüzet okoztál ebben a csatában? 6-ot. Az én is 6-ot. Tehát tulajdonképpen 292 találatból neked... Mennyi penetration öd lett? 282 találatból 144. Hát, ja. A fele kb. Igen, tehát nekem is... A találatokkal nincs gond, tényleg kell az inercia. És most azért tier 9-ben harcoltunk, tehát azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elég erős tier. Nem mi lettünk a toppok, de ez nem is azért teljesen a mi tierünk. Úgyhogy attól függ, hogy ez nem volt szerintem rossz. Tartottuk a pozíciót. Igen. Előre elbickeltük. Mindegy, érdekes ez a hajó, maga a Flint srácok. Szerintem mindenféleképpen fogunk még majd vele későbbiekben foglalkozni. Húznom kell a kapitányt, ez tény is való. Kell rá az IFH-e, és hogyha meg lesz, akkor lehet, hogy újra elővesszük majd, és akár live-okban, vagy lehet, hogy majd egy videó során majd még játszogatunk vele. Most ez nem lett, mentem már vele sokkal több damage-es kört. Tier 9-ben azért ez nyilván egy nehezebb dolog, mert itt azért óvatosabban játszik az ember. Ilyen ez a kis ladik. Nyugodtan írjátok le a véleményeteket, hogyha szeretnétek róla. Hát, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot is, hogyha szeretnétek, iratkozzatok fel. Illetve, hogyha szeretnétek, nézzétek meg akár Szandró vagy Heki csatornáját is. Bár Heki mostanában inkább csak repül, hogy szégyeld magad. Szoktam azért áztatni a lábam. Igen. Ja. Szandrónál viszont napi szinten láthattok főképpen délelőtt, de megesik, hogy délután is Warships-es live-ot. Szandró eléggé nagy szinten tolja a dolgot, és... kicsit más stílusban, de ha érdekel, nyugodtan nézzétek meg az ő csatornáját is, majd ott lesz a leírásban. Úgyhogy tőle tudtok bőven tanulni
Annyit kell tudni Szabiról, hogy neki megvan az összes 10-es hajó, úgyhogy... Úgyhogy ő az, aki nagy batolja. Hát, hashtag no life, ugyebár. Igen. És van egy, neki is van cicája, úgyhogy csak ezért játszok vele, mert neki is van cicája. Bejben vagy állat? Micsoda? Mi? És köszön is. És köszön is, szokott köszönni, igen, kérés. Igen. Nagyon cuki. Na mindegy, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartottatok. Remélem tetszett, én Starkódtam, itt volt velem Szandró és Heki. Szevasztok. Szervusztok. Sziasztok.